170 millió forintos pályázati forrásból újult meg a karcagi idősek otthona konyhája. A fejlesztés részeként egy új autót is tudott venni az otthont működtető kistérségi társulás. Ez az autó hordja az időseknek és az óvodáknak az ebédet. Utolsó munkanapjára készül ez a karcagi autó. Másfél évtizeden át hordta az idős otthonokba a szociális ellátásban részesülőköz az ebédet. A karcagi többcélú kistérségi társulás konyhája két ütemben több mint 170 millió forintból újult meg. E pályázati fejlesztés részeként sikerült lecserélni az ételszállító autót is. Az az autó, amíg eddig rendelkezésére állt a szociális otthonnak, az több mint 15 éves, rengeteg kilométert futott, kiszolgálta gyakorlatilag az intézményt és az időseket. Mindenképpen szükséges volt egy új autóra cserélni, amely a beszerelt gépekhez hasonlóan megfelel a mai kor követelményeinek, teljesíti azokat az elvárásokat, amelyek egy ételszállítással kapcsolatban jogszabályként fölmerülnek. Ideje volt egy új korszerű autót szerezni ide a kistérségre, a szociális ellátásba, hiszen nem csak személyeket, nem csak időseket szállít ez az autó, hanem az ebédet is. És én azt gondolom, hogy egy korszerű, modern, kisfogyasztású autó mindenképpen jól fogja szolgálni a szociális állagozatban lévő ellátottak és a dolgozók érdekeit is. Be lehet pakolni. Az idősek otthonában működő konyha nem csak az itt lakókra fűz, hanem azokra az idősekre is, akik otthonukban rendelik az ebédet, valamint a helyi óvodásokra is. 500 fő felett főzünk, 550-ig főzhetünk, és 3 telephelyre szállítunk. A szociális étkeztetést is tőlünk szállítják. Az új autó az ebédszállítás mellett orvoshoz, kórházba viszi az idős otthon lakóit. Ha pedig a járványügyi korlátozások megszűnnek, akkor kirándulni is.